Na sziasztok, tégyük és folytassuk a Skyrim végigjátszását. Felvételen kívül mentem eladogatni az ilyen drága köveket, meg nem tudtam az összeset, de megmaradt egy csomó. Szereztem 2400-2350 aranyat, meg van egy pár drága köve, meg ilyen hülyeségek, de azokat majd később. Most viszont tanulunk Destruction-t, ugye fűnföt, és szintet lépünk. Ugye én már félretettem egy perket, mert azt hittem, hogy nem, tehát azt hittem, hogy nem lépünk szintet, de szintet léptünk. 150-ig a health, igen. És legfontosabb, ez az impact. Ez ugye a stagrölés, ez 40-től van. Majd megmutatom, hogy mire képes mindjárt ez a perk. Illetve, ami nagyon jó lenne nekem, 40-es alteration-től tudjuk majd az Iron Flash-t használni. Illetve 40-es restore, mert ugye megvan. És itt van egy olyan, hogy respite, ami annyit jelent, hogy nem csak az életet tölti föl, hanem a staminát is. Annyira nagyon nem fontos nekünk, igazság szerint. Ja. Itt ez 50-től van, 40-től, hogy kétszer annyi ideig legyenek atronokok. Nem tudom. Ami még fontos igazság szerint még itt, ugye majd 50-től lesz az ürept, akkor ez a dupla ideig legyen az atronok, ez tényleg tök jó fontos. Ugye van egy ugyanilyen alteration, mert ez 90-től van, azt hiszem, nem 70-től. Ez. Az ugye másfél percig, tehát nem megduplázza, hanem még egy harmadot rádob. Illetve még az augmentideket is el lehet kezdeni, mert ugye 60-nál van a második augmented 2x2, ugye sok frost meg fire. És ugye a végén meg 50%-a többet sebeznek, tehát ezt jó lenne elkezdeni. Meg a conjuration-t, akkor legyen az, hogy milyen sokkot használok nagy részt, ezért sokkot most rápakoljuk. A következő kettő szintlépésnél megpróbálom majd irány kivinni, ez micsoda, ez 80-tól. Ó, igen, ez, hogy erősebbek. Oké, okay, tehát megvan a terv, és ugye még egyszer na várjunk, mit akartam még csinálni? Még egyet kell ugye félreteni majd a respite, de azt mondom, nagyon nem fontos nekünk. És nem sokára ugye majd jöhet az Iron Flash. Na, várjál, kicsit beszéljünk még velem. A drága köveket nem tudom, hogy megveszik a tanárok. Ugye nem minden eladó vesz meg mindent. Nem veszi meg. Szuper. Ja, meg egy vámpír rám támadt, és egy vámpír támadás történt White Ramba. Ja. Nos, van egy információ, amit csak Tobdira kell beszélni, amit csak ebben a videóban fogok elmondani. Csak a Skyrimos videóban, csak ebben. Ma 11. hónap 10-e van, tehát november 10 csütörtök helyett szombat. Na csá, urág mondta, hogy szóljak, vagy hogy jöjjek ide. És most valami felfedezésről beszél, jaj. Oké. Tehát az a lényeg, hogy ugye nekem egy monitorom volt és egy tévém. Most ugye ott az ősöknek elől tönkrement a tévé, az még ilyen katott sugárcsöves tévé volt, tehát ez a nagy kövér, nagy darab tévé. És elvittet odaadtam nekik, mert nem az enyém, én csak használtam. Tehát az övék, nyilván. Egy ilyen 5-6 éves LED tévé. Ugye az volt a lényeg, hogy nagyobb volt, mint a monitorom, viszont a felbontása kisebb volt, szóval azért nem azt használtam main monitornak. Időközben viszont ugye, mivel 15-én kezdtem melózni, ugye az a félhavi fizu megjött. És úgy döntöttem, hogy veszek egy monitort. Én ezt csütörtök éjjel helyett este fele megrendeltem. Mondom, jó, majd jövő hétre majd ideje, tehát hétfőre. Erre ugye, mivel ma szombat van és munkanap volt, azért mondom, hogy volt, mert már 5 óra 53 van PM-ben, tehát mindjárt délután 6 van. És megjött ma. Ez tök jó, ilyen nem tudom a pontos nevét, talán majd lerakom a leírásba, nem biztos, hogyha elfejtem, akkor nem rakom le nyilván.
Az a lényeg, hogy Full HD ívelt kijelzős 27 szoros. Olvastam, hogy árukeresen vannak ilyen vélemények. Egy pár vélemény volt, azokat olvastam, és volt olyan, aki olyat írt, hogy pixeles, meg ilyenek, mert hogy 27 szólhoz a Full HD felbontás kevés. Én egyébként nem látok semmiféle pixeleződés, hogy valami. Én kurva jó, amúgy. 54 voltam úgy, hogyha valaki kérdezi, csak úgy, hogy elkerülvén az ilyen kínos kérdéseket. Na, most az a lényeg, hogy ide jött egy valaki, akiről nem tudjuk, hogy ki, aki beszélni akar velünk, és az egész college-ban most, jaj, ki lehet ez az illető. Ez van. És most megállítja az időt nekünk, hogy tudjunk dumcsizni. Azért van most máshogy a kamera. Mindjárt beszélek vele, csak vakarózok. Na. Mit csináltál, tesó? Oké, tehát sietni kell, mert nem tudja tovább tartani ezt az időt. Ha értitek. I believe it is due to the very source of our concern. This object, the Eye of Magnus. Ugye az Eye of Magnusról van szó, ez a egy emelettel alattunk lévő lebegő nagy gömbről. Ugye, amit szartából fölhoztunk. Ugorjuk már át. Az a lényeg, hogy ez a csávó, ez a Psychic Ordernek a tagja. Ez ugye egy rend, ugye az Order az rendet jelent. Hát ez a rend, vagy ez a csapat, vagy nem tudom, hogy mondjam, ez nem szokott közbeavatkozni a problémákba személyesen, hanem mindig így, hogy valakiket megkérnek, meg ilyenek. És ugye figyelemmel követték, hogy mit csinálok, hogyan érdemel, amiket elérek, stb. És most meg megkerestek, hogy itt van ez az orb, akkor ez itt veszélyes, stb. És most meg kell kérdeznem nem valakit, hanem valamit. Egyébként, ja. Tehát kurva jó, az a lényeg, ment a monitor. Úgyhogy ez egy olyan küldi, ahol nincs nyíl, hogy rámutasson, hogy merre, hova, hány méter. A college alá kell menni egyébként, ugye mehetsz a tanárok szobája, tehát a tanáros részről a lépcső alól, illetve itt van egy hatch, hogy mi a franc ez. A midőmbe kell lemenni. Ja, és itt meg is fogom tudni mutatni az impactet, tehát a staggert, hogy az mit csinál igazság szerint. Itt van egy droger, de arra megyünk majd nyilván. Fú, de véres. Tehát majd arra megyünk, de hát itt egy ice threat. Na gyere csak. Nos, gyerekek, a stagger az annyit takar, hogy a dual castolsz, akkor megtántorodik a ellenfél. Hogyha lenne manám. Na várjunk, most csak a kettes az mi? A flash helyett a ward. Oké. Okay. Ja. Amúgy jövő héten délutános leszek és szombaton is megyek. Nem semmi. Mostanában olyan sok szombati munkanap van. Mert mi ezt a szombatot, mi ezt múlt hét szombaton dolgoztuk le. Tehát én ugye múlt hét szombaton mentem. Ezen a szombaton meg nem, de mivel éjszakás voltam, ugye egy pénteken mentem 10-re és szombaton 6-kor végeztem. Erről majd később lesz szó, oké, maradjunk annyiban. Tudom, hogy mi ezt, tudom, hogy kell használni, majd később ugye a 100-as vagy 90-es conjuration-t el kell hozzáérni, és akkor meg kell csinálni a ritual spell-t, stb. Azt majd később Sigil Stone kell hozzá. Na, rajta a stagger ölődök. Na, ez a stagger. Vagy így megtántorodik, nem tudom. Az arrow in the knee. Aha.
Mit van, tesókám? Na, húzzunk tovább. Még várjunk. Van még egy ilyen küldő, amire nem mutat rá nyíl, ugye Windhambe egy gyilkosság. Akkor... Nem tudom, más ilyen küldi van egyáltalán. Ki szól hozzám? Ja. Ide kell majd menni, mindjárt nyílik az ajtó magától. Viszont addig megmutatnék még egy relikviát, aminek még nem nagyon néz... tehát aminek még nem nagyon néztem utána, hogy mire jó, az ez. Ugye ide gyűrűket kell tenni. Little ring indexet, tehát három darab gyűrű kell erre, de hogy mit csinál, meg hogy honnan, milyen gyűrűk, stb. Ezt nem tudom. A kutyukat elrakjuk, ezt meg lehet, hogy el kellene majd olvasni. De ezt most hagyjuk. Ugyanis el akarom még ebben a részben kezdeni Mzulftot, és a következőben pedig abba akarom hagyni. És be akarom fejezni. Na, Alchemy 16. Alchemyt majd szépen fejlesztem magamtól lassan, tanulgatásokkal. Na. Igen. Harangoznak amúgy. Na, azért nem mondtam, hogy valakivel beszélünk, mert valamivel beszélünk, igazság szerint. És ez ugyanolyan, mint a Daedra beszélgetések, nem lehet átugrani. És kurva lassan beszél. Na. Összefoglalva azt fogja mondani, hogy nekem kell egy olyan dolog, amit úgy hívnak, hogy Staff of Magnus. És mert ezt kell megszerezni majd. Ja. Meg vannak ilyen töltelék szövegek. Itt volt Ankano egyébként. Nem biztos, hogy mondtam, de Ankano az egy köcsög karakter. Ugye a Talmor itt a college-ban az nagyon utálatos egy patch. Na. Ja, the one who calls himself Ankano. Ja, ja. Tehát Ankano már itt járt előttünk. Untraveled. Na. Megmentjük a világot, amcsik vagyunk. Na most mondja majd, hogy mi kell. Csak meg kaptam ilyen szarokat ugye a HDMI kábelhez. Ez a piros szar. Na. You require his staff. Jaja. Tehát kell a botja, magyarul. Egyébként egy érdekesség, hogy mindjárt, hogyha befejezi. Oké, most mindent, amit mondott, egyébként el kell mondani a főmágusnak, hogy mi van. Na, az az érdekesség, amiről beszélni akartam, hogy... Hogy... Sokan, hát 22 colos, 21 és fél igazság szerint colos ugye a monitorom, a régi, a main, a régi main, azt mondom, ami most ugye már csak másodlagos monitor, ez pedig 27. Elég durván nagyobb egyébként, szóval ilyen
magasabb kb. 5 centivel és szélesebb vagy 15-tel, így ránézése persze, de nem mértem le. Az azt akartam mondani, hogy a régi monitor eszi 95 wattot, ez pedig 24 wattot. A tévé meg, ami itt volt, az meg 150 wattot. Nem semmi. Nem hittem volna egyébként, hogy egy nagyobb dolog, ami vékonyabb is, stb. Ilyen keveset teszik egy monitor. Na, ugye most kell szólni az Archmage-nek. 16 perc mindjárt. ja, nem fogjuk kezdeni Muzulftot. Ugye még oda is el kell jutni, tehát nem... Tehát be is kell ugye jutni Muzulfba. És utána lesz mindenféle fasz a dolog. Na, főmágus genyom. Szevasz. Na. Na, mit akartak? Na, vannak információim. Na, ezt hallottam, what might that be? Tud valamit amúgy a csávó, csak nem mondja. Ez majd ki fog derülni. A college-os fő storyline vége fele. Na. Megvettem meg ez a bzz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 z
has the staff of Magnus. I'm not sure we'd ever find something like that. I seem to recall Mirabel mentioning. Ez egy hazudozós böcs, vagy hazudós böcs. Amúgy ez a főmágus. I'm quite pleased with your progress. You've certainly proven yourself to be more than a mere apprentice. Oké. Most kapunk tőle egy circlet-et, tehát egy koronadísz, vagy valami hasonló. És Mirabel Erwintől kell információkat kinyerni. Te hogy Ancano, rohadj meg! Ki fogjuk nyírni majd amúgy. Ezt már ezt tudja, emlékszem, hogy mondtam, hogy kinyírjuk, ez lesz a fő gonosz a Courage First Story line-ba. Tovdir. Azt akarom tőled kérdezni, hogy Iron Flash-ed van-e, de nincs, akkor rohadj meg. Na, szia! Na. Mindenki úgy beszél erről a Staff of Magnusra, mint hogy valami kínos dolog lenne egyébként. Tehát néhány hónapja a Synod ilyen kutatócsoport feltűnt és keresték a Staffot. Erről az birodalmi tulajdon. Amiable, úristen. It became clear they're trying to hoard powerful artifacts, looking to consolidate power. Ja. Na. No one here does. The Synod seemed convinced it was somewhere in Skyrim. They inquired about the ruins of Mzolft, but that's Mzolft. It sounded like they were heading there, though they were rather secretive about one. Okay. Oké, okay, megyek Muzulban, nem is beszélek többet veled. Ja. Ott lesznek dwarven cuccok, meg nem tudom, harcoltunk már amúgy dwarvenökkel. Tudom, hol van Muzul, csak azt nézem, hogy harcoltunk dwarvenökkel. Nem. Na. Szupi. Azért ide jövök, mert ugye Windhelmhez megyünk szekérrel. Majd mindjárt.
Azt mondom, hogy Windhelm. Ugye az a Stormcloak, tehát a Nordok, azaz a felkelők. Fővárosa, vagy székhelye, vagy nem tudom, hogy mondjam. Ja. Ide egyébként majd az fő sztori line miatt is kellene jönni, Windhelmben nem, hanem itt van Kynesgrove, azt hiszem, Kynesgrove, valami hasonló neve van a falunak, ott van szembe egyébként a jel a térképen, vagy itt fönt a iránytűn. Tehát ide mindenféleképpen, hogy várjál, nem pont itt tartunk. Én nem beszélni kell Delfinnel, és most mondaná, hogy hát nem hisz benne, hogy mi még Dragonbornok vagyunk, úgyhogy prove myself, ja, Kynesgrove. Tehát be kellene neki bizonyítani. És ott Kynesgrove-nál lesz egy sárkány csata. Nem sokára. Hogyha befejezzük, akkor gyors küldít, ami még 3-4, talán 5 rész. Ez a 9. azt hiszem. Ja. 15. része szerintem már kész lesz. Ugye még Muzulft van, talán meg Labyrinthian. Labyrinthian az nem könnyű, főleg nem legendary, meg nem is rövid dungeonről beszélünk, de most ugye van stagger, meg ilyenek, tehát kivitelezhető. Hű, mamutok. Ugye a mamutok az egyetlen dolgok, amik statikusan grandsoul-juk van. Ugye mert Draugr, meg a Dragon Priest, azt hiszem. A Draugr, ugye Deathlaw, Overlord, meg ilyenek, ez mind attól függ, hogy hány a szintű. Tehát teszem azt, ha te fölraksz egy olyan modot... 44, te fölraksz egy olyan modot, hogy high level az enemy, akkor, és kapsz, és egy sima Draugrrel, Draugr ellen küzdesz, ami mondjuk 50-es szintű, akkor neki is Grand Soul-ja lesz, pedig csak egy sima Draugr. Viszont ha egy 7-es szintű Draugr Overlord-dal küzdesz, akkor lehet, hogy csak Greater vagy Common Soul-ja lesz, tehát, mert 7-es szintű, hiába Overlord, tehát nagyobb rend szintű, ha csak 7-es. Na mi jött? Mi történt itt? Steel. Akkor itt vadászok vannak. Ja, itt vannak. Lopjunk lovat. Ne lopjunk lovat. Hát, így a, nem nagyon szoktam így belekötni emberekbe. Az Imperialok ott meg egy izét, Prisonert visznek, egy rabot. Stormcloak túszt. Stormcloak vagyok, menj ki innen. Beszarás. Ó, még villámlik is. Itt az utam úgy mellettem, de nem ott vagyok. Az ilyen dolgok, ezek nem kráterek. Hát vagyis hát kráterek, de na, miért érek? Onnan sárkányokat lehet feléleszteni, nem nekünk, hanem Alduin. Mert nem mi, hanem Alduin. Majd. Ja. Az a épület, az majd később lesz fontos. Ja. Na, Zulft. Dwarven cucc. A dwarvenek azok a törpék, akik itt voltak a nordok előtt, viszont valami történt, amiről senki sem tudja, hogy mi, és eltűntek. És ezek a gépek maradtak, ezek a robotok helyettük. Tehát a dwarvok, azok ugye törpék, tehát emberek voltak, ugye törpék. Ja. Kell a kulcs, kell a ruhád, ez nem kell. Mondjuk pont ugye Frostatronakon van, ami nem jó, mert inkább tűzzel meg, sokkal lehet őket sebezni. Ja. Tehát látjátok, ilyen kis fogaskerekekben mindenféle tököm van mindenhol. A dwarven helyek erről szólnak. Sokan nem szeretik amúgy a dwarven helyeket. Én mi szeretem őket. Kis robotok. Futurisztikus. Nop, nem azt akartam. Tehát nem olyan normál ellenfelek, hanem nem robotok. Általában ezek Soul Gem-mel működnek.
ott a Soul Gemnek a helye. Mert most nem lehet látni ugye itt a modelljén. De általában szokott bennük lenni Soul Gem. Hopsz, bocs. Hát ezekben nincs, rohadjanak meg. És érdemes körbenézni, mert mindenhol, tehát sok helyen el vannak dugva ilyen kis titkos ládák, meg titkos dolgok, stb. Hello, ka. Elég lószart se sebzek bele, az a baj. Ezt megesszük, nem tudom miért van nálam igazság szerint. Nyomok egy potit. A Lita azért elég jól sebez ezzel a kétkezes fegyverrel. Többet sebez, mint én egy Dual Cast sokkal. Mint egy Dual Cast Lightning Bolt-tal. Most nem tudom megmutatni, hogy nincs rá manám. De mintha többet sebezne. Na erről beszélek, hogy már ugye nála egy Common Soul Gem volt. Hát... talán ugyanannyit. Nagy különbség nincs, az biztos a kettő sebzés között. Come on, Dwemer, mi? Dwemer Cog. Elrakom. Majd egy későbbi küldéhez kell 10 darab Dwemer Cog. És hogy később ne kelljen visszajönni, ezért most elkezdem elrakosgatni. Nem tudok beszélni megint. Mondjuk odaadom Lidiának, azt majd, hogyha kell, akkor majd kéznél lesz. Szevasz! Az mellé ment. Ugye őt, ha jól tudom, de lehet fusztrálni. Akkor rosszul tudtam. Én úgy tudtam, hogy nem lehet őket. Nem próbáltam mondjuk. Elég sokat skyrimeztem, de még sosem próbáltam fusztrálni őket. Nem mondanám egyébként magamnak Skyrim, magamat Skyrim nerdnek, tehát hogy mindent tudok róla meg ilyesmi. De elég sok mindent tudok azért róla. Meg így ismerem a mechanikákat, technikákat, stb. Ez kaki. Jöhet, nem kell, jöhet ilyen... archery vagy alchemy? Archery. Tehát íjászat. Nem rossz. Ahogy tiszta Magyarország, ilyen lyukas csövek meg tök nem tudja. Most itt pont nincs lyukas cső. De... ja. Fú, de jó lenne, meg lenne már az Adept Conjuration, mert kúra sokat eszik ez az átronak. Jól sem ez az igaz. Tehát sokkal jobb, mint egy Flame átronak. Ugye most a robotok ellen annyira nem jó. De egyébként igen, sima emberek, tehát baniták, meg drogerök, meg sárkány, meg minden ellen. Ugye több élete van, többet sebez, stb. Szóval. Ja. Csak a robotok ellen nem jó. Annyira. Ezért fogunk később majd Dremora Lordot, illetve Dremora Lordot, illetve Stormatronakot használni. Ű, de kurva keveset sebzek bele. Na mennyi csak. Az a baj, mindjárt elmondjuk az átronák, és akkor meg nem lesz vanám egyet újraidézni. Erről beszéltem. Szintlépés még messze van. Illetve, hogy ez ugye a tűjével szúr, nem tudom, hogy mondjam szebben, akkor ugye poisont, tehát megmérgezze az ellenfelet, mint lehet látni most Lidián. Nem sok élete van már neki se. Ez jó volt. A másra nem legalább stagger-re jól fusztrodál. Hogy az olyan repülő ellenfeleket egyáltalán nem löki el, úgymond. De stagger-öli őket. Ej, hova futsz? Hát ez pálya alatt van ez a fészkem, vagy kirkem. Elkéste Lidia. Na.
Mi van itt? Szipi szupi. Véres a kezed, te lány, mit csináltál? Mennyi súlyt bírok el? 180-at elbírok még. Az elég sok. Ugye az ilyeneket nekem érdemes megnézni, ezt a apothecary satchel. Ez ugye külön ilyen potis alapanyagos dolgok. Na, ugye nagyon-nagyon... Mit jön? Egy nagyot mentsünk. És innen fogjuk folytatni a következő részben, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, hellóka!